mint az ismeretes, és korábban is beszéltük már róla, a kormány visszavonulót fújt vendégmunkás ügyben. Ez többek között köszönhető a Mi Hazánk mozgalom nyomásgyakorlásának is, hiszen hónapok óta foglalkoztunk a témával. A kormány azt ígérte, hogy eltörlik a jelenlegi vendégmunkás törvényt, amely még ugye nem is lépett hatályba, és azt ígérte, hogy egy újat, szigorúbbat fog alkotni helyette. Megszokhattuk már az elmúlt években, hogy az érintettekkel nem igazán konzultál a kormány, nem avatja be őket a részletszabályok kidolgozásába, és a szakszervezetek elmondása szerint így volt ez a vendégmunkás törvény kidolgozásánál is, ezért reményüket fejezték ki, hogy ezúttal nem így lesz, és bevonják őket majd az új vendégmunkás törvény kidolgozásába. A Mi Hazánk mozgalom szorgalmazza is ezt, tehát vonják be a szakszervezeteket, hiszen ők tudják, hogy a magyar dolgozóknak ez mennyire káros, vagy milyen igényeik lennének, és már csak annál is inkább, mert a Mi Hazánk mozgalomnak is van 3 pontja, amely megfogalmazza a jövőre nézve az aggályait. Az első pont az, hogy már így is 100-200 ezer harmadik világbéli vendégmunkás tartózkodik Magyarországon, és a kormány semmi jelét nem adja annak, hogy őket haza szeretnék küldeni, de annak sem látjuk jeleit, hogy csökkenne a beáramlásuk, tehát ugyanúgy jönnek a vendégmunkások Magyarországra, így folytatnunk kell ugyanúgy ezt a tényfeltáró munkát. A második pont, hogy ismerjük a Fidesz kommunikációs stratégiáit az elmúlt évekből, és feltételezzük, hogy belsőleg is megmérték, hogy nem népszerű még a saját táborukon belül sem a vendégmunkások beáramlása, és egyfajta színházi előadást kreálva most visszavonulót fújnak, de vélelmezzük, hogy az új vendégmunkás törvény is tele lesz majd, vagy tele lehet kétértelmű megfogalmazásokkal, amelyeket a gyakorlatban ki lehet játszani. És a harmadik pont, ami a legfontosabb, hogy ismerik a kormány gazdaságpolitikáját is. Tehát már csak ezért sem hisszük, hogy itt egy tényleges, őszinte 180 fokos fordulat állna be, mert akkor érdemben konfrontálódniuk kellene a multikkal, a német autógyárakkal, a kínai nagytőkével, és ezt azért sem fogja megtenni a kormány, mert mint mondtam, a gazdaságpolitikája erre az elvre épül. A Mi Hazánk mozgalomnak viszont teljesen más elvre épül a gazdaságpolitikája. Mi egy hazai feldolgozóiparra épülő nemzetgazdaságot szeretnénk, amely a magyar dolgozó szorgalmára, tehetségére épül, és egy olyan országot szeretnénk építeni, ahová hazajönnek Nyugat-Európából a kint dolgozó magyarok. Mi tehát megyünk tovább ezen az úton, és továbbra is ugyanúgy foglalkozni fogunk a vendégmunkás témával, a vendégmunkások Magyarországra való beáramlásával, mert semmi nem oldódott meg még.